estét kívánok, üdvözlök mindenkit! A következő előadás, hogy a szájra is látszik, ugye a hajóhoz a Dunán. Ugye az előadás a Magyar Király folyami erőkről, illetve a magyar fejtőségről, valamint a szovjet-dunai tatarékból világ fog majd szólni. Az előadásban természetesen nem mindenre részletére kísérni, hogy a két fokvilágnak a háborúti tevékenységére. Igyekszem összefoglalni, hogy az előzményekkel ki fog térni a szervezet felépítésre, be fog mutatni a parancsnokokat, barlangok, hajókat, illetve kiemelve természetesen egy-két olyan hadseregményt, ami egyébként jelentkezik erre az időszakra. Mielőtt elkezdenénk azonban, mert el kell mondjam, hogy a Dunán, a második világháború alatt nem csak a magyar folyamőrség, folyamérő, illetve a szovjet hadviharokat jelent, hanem ugye a háború különböző időszakaiban, a jugoszláv haditengerészet, a román haditengerészet elő is jelenhoztak, de ezek a hajóegységek, illetve ennek az erők különösebb tevékenységet nem folytattak, tehát éppen ugye az előadásban csak érintőlegesen szerepelnek. Akik viszont meghatározó szerepelnek, viszont nem szerepelnek majd konkrét az előadásban, az a német haditengerészetnek a dunai különítménye, akikkel majd azért érintőlegesen ki fogok térni. És akkor mielőtt még hozzákezdenénk, azért néhány szót a Dunának, mint folyamnak a vadászati jelentőségéről. Ugye ez a kép a római császárkorban készült. Ugye jól látszik egyébként, hogy a Dunát nem csak a limes védővonalaként használták, hanem ezen kívül, ahogy látszik is, különböző haditengerészeti támaszpontokkal a folyamat ellenőrzés alatt tartották, egyrészt azért, hogy itt a védvonal egyik fontos részét ellenőrizni tudják, másrészt pedig a folyamat ugyanúgy, mint előtte, illetve utána gyakorlatilag a mai napig összekötetést tartsanak, utánpótlást szállítsanak, illetve nem utolsó sorban ellenőrizzék a Dunán keresztül folyó kereskedelmet. Tehát ez már a rómaiak idejében is megvolt, és most nem volt ez másképpen sem, ugye néhány esemény kiragadva ugye már a magyar történelemből. A török hódoltság idején gyakorlatilag az összes nagyobb hadjárat a folyamok mellett zajlott le, akár ugye Bécs irányába történt, akár pedig a török hódoltság irányába. Tehát például 1602-es budai ostrom ugye sikertelen volt, szintén ugye nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Habsburg Birodalom csapatai a Dunán keresztül a Dunára támaszkodó utak fölbotlották az utánpótlást, illetve ott vették mostanában a város. Későbbiek során, hogy 1848-at emeltem ki, ugye a képen az országos hadigőzös mészáros látható, ami a Dunán az első gőzhajtású hadihajó volt. Sok szerepet ugye nem játszott a szabadságharcban, később a császáriak és zsákmányi sejtetén is átkeresztelték, de minden esetre azért megemlékezhetünk, hogy ez volt az első képpen hajtott hadihajó a Dunán. A következő, az első monitor, 1872-ben vízebocsát az ajtó monitor, az első olyan folyami hadihajó volt, ami gyakorlatilag egészen az első világháború végéig az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve a Magyar Királyság folyami erőinek gerincét képezte. Ezek a monitorok egyébként az amerikai mintára ugye készült folyami, illetve tengermelléki hadviselésre tervezett hadihajók, közekedve jellemzően alacsony menülés, erős fegyverzet, viszonylag kis szélpont, illetve az erős páncélozottság volt. A későbbiek során egyébként több monitort is építettek, és ezzel gyakorlatilag az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború idejére egy olyan flottával rendelkezett a Dunán, amelynek gyakorlatilag nem volt ellenfele. Kicsit előre szaladva egyébként az előadásban és az időben. A Dunának a stratégiai jelentőségét későbbiek során ugye a német irodalom is felismerte, illetve tisztában volt vele, ami az 1942-es évidőt Adolf Hitlertől származik, aki stratégiai fontosságú víziumként tekintett a Dunára. Az 1939-es plakát pedig nem véletlenül az Anschluss után készült, ugye mutatja azt, hogy ugye felül, hogy a német dobogó alatt helyezkedik, hogy a Szlovákia, Magyarország, illetve Jugoszláv, tehát azért a tenger a Dunán.
mondtál is, ugye végigvonul. És akkor most ugorjuk egy kicsit vissza. Első világháborúra. Az első világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete, ugye a Dunán eredményesen támogatta a szárazföldi csapatok műveleteit, önállóan is végrehajtottak különböző műveleteket, tehát a partmenti célpontokat elhúzták, biztosították a csapatok átkelését, illetve egészen ugye Duna torkolatáig is hajóztak, valamint kihajóztak a Fekete-tengerre, és bizonyos egységeket pedig a Dnyeper folyóra is vezényeltek. Ugye a két kép, ugye a Belgrád, illetve a román haderőt ábrázoló monitorokat. A harmadik kép pedig a tanácsköztársaság időszakából ugye származik. Úgynevezett monitor lázadás, ugye két tiszti halottjának temetését láthatjuk rajta 1919-ben Szegeden. Viszont a háború után gyakorlatilag egyetlen egy hajóegység nem maradt a Magyar Királyság területén, tehát három zsákmány volt orosz gyártmányú páncélos motorcsónak kivételével, az összes nagyértékű hajóegység, tehát a monitorok, illetve a háború alatt gyártott kisebbé, gyorsabb, gyengébb fegyverzetű őrnaszádok közül egyetlen egy sem maradt magyar tulajdonban. Egyébként 1918. november 1-én Osztrák-Magyar Monarchia összesen 10 monitorral és 8 folyami őrnaszáddal rendelkezett. De mint ahogy mondtam, a háború, illetve 1919-es forradalom után egyetlen egy hajóegység sem volt magyar kézben. Ennek ellenére a nemzeti hadsereg vezetői úgy gondolkodtak, hogy a hadihajózás mindenképpen fel kell tartani a Dunán, és akkor még nem voltak ismertek, és nem is lehettek ismertek a trianoni békediktátum feltételei. Tehát ők gondolták, hogy ha csökkentett formában is, de valamilyen szinten fel lehet tartani a hadihajózást a Dunán. Éppen ezért a hajók nélkül is, de a Honvédelmi Minisztériumnak létezett egy hadihajós osztálya, amelyet egy Wolf-Wolf Richard fregattkapitány vezetett, őre később majd még vissza fogok térni. Viszont ezt követően gyakorlatilag egy hideg zuhanyként érte a pozitív és katonai vezetést, a trianoni ugye békediktátumnak a feltételei. Ugye az 5-ös cikket tartalmazta a katonai határozmányokat, és annak is ugye a 120. cikkelje vonatkozott arra, ami egyébként a hadihajózást érintette. Az előírások szerint a magyar kormánynak ki kellett szolgáltatnia a birtokában levő összes hadihajót és hadianyagot, és gyakorlatilag hadihajózás vagy haditengerészeti különítményt a Dunán nem lehetett fenntartani. Viszont volt egy kis kapu ebben a előírásban, tehát folyamrendőri szolgálat céljára, vagy egyébként a törvény szövegében is, illetve a békeszerződés szövegében is olvasható, összesen három felderítő naszárot engedélyeztek, hogy Magyarország megtarthasson. Illetve a kiegészítésében szerepelt az is, hogy amennyiben a szövetséges közé Antant ellenőrző bizottság úgy látja, abban az esetben 4 naszárra fel lehet emelni ezt a létszámot, tehát összesen 4 őrnaszárra tartottak volna meg. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a hadsereg részeként nem lehetett megtartani a hadihajós egységeket, nem lehetett hadihajózást fenntartani, hanem valamilyen formában ezt át kellett alakítani. Éppen ezért már az előbb említett Wolf-Wolf Richard akkor már sorhajó kapitány javaslatára a hadihajós megnevelés helyett a folyamőrség megnevelést alkalmaztak, és az 1922. évben a folyamőrség és ellenőrzés című törvénnyel ezt törvénybe is iktatták. Ennek a törvénynek az volt a lényege, hogy a folyamőrség nem katonai szervezet, hanem egy rendészeti őrtestület, amely a belügyminiszter alárendeltségében tartozik, tehát gyakorlatilag folyamrendészeti, illetve részben határvédelmi feladatokat lát el, és elsődleges feladata a Dunának a folyamrendészeti szempontból történő ellenőrzése, a hajózás biztosítása, tehát gyakorlatilag rendészeti feladatokat lát el. Természetesen ez csak a felszínen volt így, ugyanúgy, mint más rendészeti testületeknél, tehát például a vámőrségnél, illetve a rendőrség, meg a csendőrség bizonyos alakulatainál,
egy titkos kettős alárendeltség valósult meg, tehát a nyílt szervezetben a folyamatosság a belügyminisztériumnak volt alárendelve, viszont ugye a titkos alárendeltség alapján a magyar mobil vezérkar főnökének, aki akkor a hatos főcsoport főnökség főnöke nevet viselte, mivel a vezérkar felállítását is megtiltották, tehát az ő alárendeltségén is tartozott. Természetesen abban az esetben, hogyha háborús helyzet alakult volna ki. A folyamatosság nem csak szervezetében, hanem külsőségében is elkülönült a hadseregtől. A következő képen ugye látható, hogy a baloldalon középen a folyamő rendfokozatok. Látom, hogy olyan nagyon nem nagyon lehet elolvasni. Tehát a tiszti rendfokozatoknál, ugye a szárazföldi hadseregnél ugye a legalacsonyabb tiszti rendfokozat a hadnagy, az a folyamőrségnél a hajónagy rendfokozatot jelenti, a főhadnagy a főhajónagy, a százados pedig kapitány rendfokozatnak felel meg. Külsőségeiben némileg hasonlít, ám bár nem ugyanaz, mint a régi haditengerészeti rendfokozati jelzések, viszont az elnevezésekben sem egyfajta militarista, hanem inkább egy rendészeti szerve jellemző rendfokozatokat használ. A felső képen a Magyar Királyi Folyamőrségnek a udvarlaki őrséget adó egyik díszszakasza látható. Ugye a bal oldalt láthatóak a tisztek. Ugye egyenruhájuk ugye eltérő, tehát a légierőhöz hasonlóan ugye tányérsapkát viselnek, nyitott ugye zubbonyt egy nyakkendővel, illetve egy félcipőt. A legénység pedig egy kerek matrósapkát és szintén egy nyitott nyakú ugye zubbonyt, amire ugye a haditengerészet, illetve a tengerészi hagyománynak megfelelően a galér pedig ki van hajtva. Tehát a színe mondjuk nem kék vagy szürke, mint a haditengerészeké, hanem ugyanilyen kéki színű anyagból készült, viszont szabásában ugye megkülönböztethető a hadsereg egyenruháitól. Az alsó képen pedig láthatóak azok a egyenruhák, amiket szolgálatban voltanak, ezek jóval, hogy egyszerűbbet durvább, hogy az igénybe vételt jobban bírják, de ebből is látható, hogy nem a hadsereghez, hanem a folyamatosséghez tartozó személyekről van szó. És akkor térjünk rá a lényegre, a folyamatosség hajóállományára. Ahogy mondtam, a háborút követően gyakorlatilag egyetlen egy folyami hadihajó sem maradt magyar területen. 1919-es forradalmat követően összes őrmaszár, illetve az összes monitor, részben brit, részben román, részben pedig a szerb horvátszlovén királyság tulajdonában volt. A trianoni béke határozmányain Magyarországnak négy őrmaszárat juttattak, illetve Ausztriai szintén folyamatműszeti célokra kapott négy őrmaszárat. Ezeket a őrmaszárokat a szerbektől, illetve a románoktól kaptuk vissza. Amikor ezek megérkeztek 1920 elején, akkor gyakorlatilag nem voltak hajózásra alkalmasok. A tüzérségi, illetve mindenféle felszerelést leszerelték róluk, a gépházból, illetve a gépészeti berendezésekből minden mozgathatót, a karbantartás elhanyagolták, tehát gyakorlatilag hiába kapott vissza négy őrnaszárat, legfeljebb egyet sem lehetett szolgálatba állítani. Az akkori idők nehéz anyagi viszonyai miatt egyszerre ezt a négy őrnaszárat nem is tudta, illetve nem is akarta a kormányzat szolgálatba állítani, nem ezeket folyamatosan, egészen 1920-as évek végéig sikerült szolgálatba állítani. Ezek nem azok az őrnaszárok voltak egyébként, amiket visszakaptunk, mivel a osztrákok nem tartottak igényt azokra a naszárokra, amiket ők megkaptak, tehát sikerült ezekből összesen, ahogy a képen látható 1930-ra, hogy a hatalmat megszerezni. Ezek az akkori nevükben a Szeged, a Kecskemét, Debrecen, a Győr, a Baja, illetve a Gödöllő őrnaszárok voltak. Ezek közül a későbbiek során hogy a Baja és a Gödöllő nem vett részt a háborúban, mivel nem sikerült szolgálatba helyezni őket, illetve felújítani, hanem a háborút, hogy az őrnaszárvezet keretein belül, mert a négy őrnaszár tartott a végig. 1936-ban ugye rendelkezett még a folyamőrség három páncélos motorcsónakkal is, ezek közül a Huszár nevű alsóképpen látható.
Ezek orosz hadizsákmányból származtak, ezeket az antant ellenőrzésről sikerült eldugni a békéködős időszakában, és a későbbiek során egy egyedül kapott el a magyar kormányzat, hogy ezeket is folyamatészeti célra forgalomba helyezze. Voltak még különböző segédhajók is a folyamatőrség állományában. Ezek egy része valóban olyan tevékenységet végzett, ami a nevük alapján a feladatuk volt, tehát különböző műhely feladatokat láttak el, kisvízkitűzést végeztek, viszont ezek közül kettő, a körösülött a Maros nevű segédhajó, ez egy gyakorlatilag átszállott akarakóhajók voltak, és ezzel a kisvízkitűzés címszó alatt a napra rakásért, aknamentesítést tudták gyakorolni a folyamatot. Valamit meg kell még említeni, egy olyan fegyvert, ami eredetileg a tengeren készült. 1930-as évek közepén, erre pontos adat nincsen, tehát 1934-35 körül az olasz kormányzattól sikerült megszerezni a osztrák-magyar zsákmányból származó első világháborús torpedókat, és ezeket sikerült nálunk rendszerbe állítani. A torpedókat némi átalakítás követően egy alkalmassá tették folyamatos használatra is, és az ezt használó torpedó század Csepelen a Vassai Zsirinnél diszlokált egy Artanyában, és rendszeresen Tasnál lőtte Döbösnél gyakorlatoztak a Dunán. A jobb oldalon egy olyan kép látható, hogy egy folyami használatra kialakított torpedó kerekből fogják majd a gyakorló torpedót a folyamatos a vízre bocsájtani. Tehát ezáltal egy olyan nagyhatású fegyvert jutott a folyamőrség, amit egyébként ugye háborús előírások tiltottak, amivel még túlerejű ellenséges akár szent kormányzatot, akár pedig román hajóegységeket meg lehetett volna állítani Budapest alatt. És akkor nézzük meg egy konkrét győrnaszárdot, hogy az egyik győrnaszárd, amely sikerült szolgálatban állított, a győrnaszárd volt. 1916-ban, amikor osztrák-magyar vonalvégén a haditengerészete szolgálatba állította az őrnoszárdot, akkor még a szokásra gyakorlat alapján nem nevet kaptak az őrnoszárdot, hanem ugye betűt, ez pedig a P jelű őrnoszárd volt. 1916 végén viszont eredetileg, hogy minden őrnoszárd kap egy új nevet, mint a monitorok, és akkor kapta a Stőr, majd pedig a háború után a Komárom elnevezést, és 1929-ben pedig, amikor másodszor szolgálatba lejtották, akkor a Győr nevet kapta. Ahogy a 600. technikai adatai mutatják, ez egy viszonylag hosszú hajó, hossza 144 méter, a vízkiszorítása 133 tonna. A monitorokhoz képest ez egy könnyebb, illetve kisebb hajó, mert a monitorok nagyjából 240-270 tonnát nyomtak, illetve a hosszuk is majdnem elérte a 85 métert. A hajó szélessége 6 méter, medül és a viszonylag csekély 1 méter, tehát teljes mértékben alkalmas a folyami hajózás, vagy a folyami harcra. A páncélzatot megfigyelve látható, hogy ez még az első világháború követelményének alapján alakították ki, tehát a vízvonalnál 7,5, a fedélzete 6 mm, illetve a felépítményeken és a lövegtornyon pedig mindössze 10 mm-es a páncélzatnak a vastagsága. Akkor, amikor ezt a közszolgálba helyezkedni megfelelően tűnt, hiszen gyakorlatilag másra nem kellett számolni, mint a partról érkező lövészfegyverek, gépuskák tüzével, esetleg tűzésségre veszekkel, arra viszont a páncélzat elegendő volt, de majd később kitérek arra, hogy a második világháború időt már azért igen-igen vékonynak bizonyult. A fegyverzet, ahogy a szövegben is látható, 1929-ben kettő darab, 22 méter 8 cm-es árjóval látták el, ugye az első, illetve a hátsó, köszönöm, az első és így a hátsó lövegtorokban, majd pedig 1929-ben kísérletképpen egy 29 mintájú, szinte 8 cm-es Bofors típusú légvédelmi árjút kapott, ugye mindenki tudom, hogy nagyon jól látszik egyébként a hosszú lövegső a képen. Ezáltal a Jönaszán alkalmassá vált nem csak vízfelszíni, illetve földi célok leküzdésére, hanem a légi célok elleni harcra is. A tervek alapján minden Jönaszánon átfegyvereztek volna ezzel a 29 mintájú, 8 cm-es légvédelmi ágyúval.
viszont ebből nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség, tehát gyakorlatilag a győrök kívül egyetlen egy őrlaszlán sem kapott ebből a már nagyobb hatású és több célú lövegből. A kiegészítő fegyverzetet pedig 1933-ban 80 mm-es 7x31 mintájú gépuska képezte. Az első világháborús vászlót a gépuskának 1931-ben ilyen korszerűsített változata volt. A hajtóművek 1100 lóerő teljesítményt adtak le, ami biztosította azt, hogy az őrlaszlánt holtvinni sebessége 34 km/h legyen. Ezzel gyakorlatilag a Dunán ezek a őrlaszlánok a leggyorsabb hajók közé tartoztak ebben az időben. A későbbiek során viszont először megszűnt az Antant katonai ellenőrzés 1927-ben, majd pedig a Brady egyezményt követően a Magyar Királyság elnyerte hivatalosan is a fegyverkezési önállóságot, és a látszólagos kettős alárendeltségnek 1939-ben már 15. évben vége, amikor a folyamőrségből Magyar Királyi Folyami Erők néven a Magyar Király Honvédség önálló fegyvernél alakult meg. Ez a fegyverben nem tartott egyetlen vegyesdandár, illetve később hadtest, illetve a hadsereg kötelékében sem, hanem minden fővezérség közvetlen alakulat volt, tehát a Magyar Király Honvédség vezérkar főnökségének a közvetlen alárendeltségében tartozott. A felépítésre ekkor a Magyar Királyi Folyamai Parancsnoksága a harcoló esélyek közé tartozott a honvéd sarkás ezred, ide tartoztak a őrlaszlánok, illetve a páncélos motorcsónakok, valamint ekkor felállítottak kettő úgynevezett folyambiztosító zászlóját, amelyek később a folyamszár zászlóját nevet is kapták. Ezek gyakorlatilag egy kombinált műszakra, egy gyalogsági képességekkel rendelkező katonai szervezetek voltak, a létszámuk 400 fő körül volt, rendelkeztek azzal a felszereléssel, ami az alapfegyvertetést biztosította, tehát ezeknek a folyamszár zászlójának adott az alapvető feladata, hogy apnákkal, illetve torlaszokkal lezárva a Dunát vagy annak bizonyos szakaszait, ezeket a torlaszokat, illetve aknazárakat biztosítsák. Éppen ezért ugye rendelkeztek a lövészeken kívül egy apnás szervaddal, egy önálló lövegszakasszal, ami kettő darab tábori ágyút kap. Kapott. Ezt a lövegszakaszt 1944-ben egy ütegszintre fejlesztették, innen pedig innentől körülbelül már négy löveggel rendelkezett. Valamint a torlasz megvilágítására egy önálló fényszóros szakasz állt még rendelkezésre. A folyamzár zászlóaljak kötelékében tartoztak ugyanilyen aknász motorcsónakok, ezekkel a telepítésre aknamentesítést tudtak végezni. Valamint tartott fényszorok, illetve különböző érintő, megfigyelt, illetve úgynevezett sodor aknák is. Tehát ezekkel biztosították ezek a folyamzár zászlóaljak azt, hogy a felügyeleti védelmüket vízott folyamat szállat, illetve torlaszokat ne lehessen áttörni, illetve ne lehessen felszedni. Ezek a folyamzár zászlóaljak nem voltak gépesítve, nem voltak motorizálva, tehát fogatolt eszközökkel rendelkeztek, tehát a tüzérséget is, illetve ilyen felszerelést is, mint fogatókkal, országos járművekkel biztosították. Az 1930-as évek nem csak szervezeti, hanem fegyverzeti fejlődés is hozott. A bal oldali képen látható a 34x37 mintájú gyakorlói géppuska. Ez egy érdekes fegyver egyébként, mivel ezt a folyamőrség eredetileg nem ezt a fegyvert szánták volna a régi smászlóta típusú géppuskák beváltásának, viszont ezeket a fegyvereket, tehát ezeket a Dicker géppuskákat, hogy eredetileg a 36 mintájú ászálltó kis harckocsikot gyártották, azokat viszont kivonták később a rendszerről, és a tartalék fegyvereket megkapta a folyamőrség. Ezeket a fegyvereket, ahogy egyébként a képen is látható, alapvetően a őrlaszlánok közel-körzeti légvédelmére szállták, illetve használták. A jobb oldali képen láttad, hogy egy őrlaszlánnak a légvédelmi tüzelési pozícióból levő 8 cm-es lövegtornya, illetve mellette halványan látható még a régi 7x31 mintájú géppuska, ami szintén egy légvédelmi állomány tüzelési
látható. Az önhasználatokkal kapcsolatban egyébként a 30-as évek közepén felvetődött az a gondolat, hogy kettesével kiépítve és ugye mindegyik önhasználat, ugye ellátva ezzel a 8 centimes bokorszöveggel, egyfajta úszó lévéden üdegeket hozzanak létre, és az akkor igen korszerűnek számító juhász-tamaféle lőelemképző készülékkel és két önhasználattal egy olyan légvédelmi tűzkörületi központot hozzának létre, amelyekkel lehetne például biztosítani mondjuk a Dunai hidaknak a légvédelmét. Ez különböző okoknál fogva nem valósult meg, egyrészt mert az önhasználatokat nem tudták átfegyverezni, másrészt pedig ezt a tűzvezető rendszert nem sikerült integrálni az önhasználatoknak a fedélzetére, illetve az önhasználatok berendezéseihez. Ahogy a háború szelét mindenki megérezte, tehát nem csak a szállászföldi haderők ugye kértek több fegyvert, harckocsit, járműveket, hanem hogy a folyami erők parancsnoka is szerettek volna, mert nem csak az első világháborúból megmaradt ugye úszóegységeket használni majd, hanem ugye korszerűbb egységeket, amelyeket már az új háborúk feltételeit megfelelően alakítottak ki. Először a tervek szerint modernizált monitor nagyságú hajókat szerettek volna. Ezeknek az elkészítése viszont meghaladta a lakmai menedi lehetőségeket, tekintettel arra, hogy a szárazföldi hadsereg mindenképpen előkérdett, illetve a repülőcsapatok, tehát ezekről a nagyobb harcértékű egységről a folyami erőknek le kellett mondania. Viszont sikerült 1940-ben a szolgálatban állítani egy valóban korszerű hajóegységet, ez a PM1-es jelzést kapta, ez a páncélos motorcsónak volt. Ebből összesen egy darab készült, annak eredete sorolatnak szánták, tehát a tervek szerint 1945-ig ebből a PM1-es típusú páncélos motorcsónakból 12 darabot kellett volna ugye gyártani. Ugye, hogy látjuk a vízkiszorítás egy 87 tonna, ugye a hosszúság, illetve a szélesség adatai, valamint a merülése is kisebb, mint egy önhasználaté. Viszont ha megnézzük a fegyverzetét, akkor látható, hogy a két lövegtoronyban, amit a fényképen is nagyon jól látható, kettő darab 40 mm-es 42 mintájú harckocsi jármű található, kettő darab nehéz puska az olvasó felületi fényekben, illetve kettő darab 8 mm-es 34 mintájú ikergép puska. Azt, hogy ezzel a viszonylag kis hajóban ilyen erős fegyverzetet sikerült integrálni, az annak volt köszönhető, hogy szakítottak az első világháború és terrorizmusi jellekkel, tehát jól látható, hogy ezen a szállon, hogy a páncélos motorcsónakon, ugye minden a harcot, illetve a harcvezetést szolgálja. Tehát nincsenek raktárak, nincsenek legénységi, nincsenek tisztikörletek, nincs hajókonyha, gyakorlatilag gépház, fedélzet, illetve ugye lövegtornyok. A könnyebb járhatóság kedvéért először még külön lövegtornyokat szerettek volna tervezni, viszont nagyon drága lett volna, és éppen ezért a páncélos motorcsónakokra harckocsi tornyokat helyeztek, ugye a Toldi 2 harckocsi tornyát, amiben 40 mm-es harckocsi járjuk szerepel. A páncélzat a 13 és 40 mm között ugye változott, tehát az önhasználathoz képest is egy jóval erősebb páncélzatú járművet jelentett. Később a háború során további egységeket is szolgálatba állítottak. Ezek egyike volt a PM21-es jelzésű páncélzatú napnász motorcsónak, amit ennek az első példát 1944-ben sikerült vízre bocsátani. Ez is egy sorozatnak készült, ebből viszont nem egy, hanem kettő került a folyami erő birtokába. Jól látható, hogy ez még ugye kisebb, mint az előző. Ugye a motorcsónak ennek a rendeltetése az volt, hogy gyalogsági tűzben is lehessen akna telepítésre, de akna mentesítést végezni, és a lehet megfelelő fegyverzete is rendelkezzenek. Hogyha megnézzük a fegyverzetet, akkor láthatjuk, hogy egy 20 mm-es nehéz puskával, illetve az a párban is egy géppuskával rendelkezik a toronyban, ami ugye nem véletlen, ugyanis ezek a toronyok megegyeztek a Csaba páncélgépkocsiknak a tornyával, tehát azokat szerették föl erre a páncélzott taknász motorcsónakra. A páncélzat is viszonylag erős volt, és 35 mm
közötti, a sebesség pedig elérni a 30 km per órát. Tehát a folyami erők a háborút közvetlen megelőzően, illetve a háború szakaszában is kapott új egységeket, valamint ezek az egységek, amit majd említeni is fogok, a háborús során a feladatban alkalmazkodva a további fegyverzet megerősítést is kaptak. És akkor térjük rá a magyar királyi folyami erők parancsnokaira. A folyamőrség parancsnokai körül ugye már említettem, hogy a Burkola Brigádot, aki 1920-tól 1933-ig volt a folyamőrség parancsnoka. Ő neki nagyon sokat köszönhetett egyébként a folyamőrség, illetve később a folyami erők. Viszont akik a háborúban parancsnokolták, azok pedig itt, akik a népsorban láthatók. Ugye az első közülük Mauszer Leáni vezérkapitány. Ugye a vezérkapitány a vezérőrendnek megfelelő rendfoglalat a folyami erőknél. Ő 1908-ban végezte a Fiumei Császári Királyhadi Tengerészeti Akadémiát, majd pedig az adélyi tengeren teljesített szolgálatot, először torpedórobolókban, majd pedig a pólai hadi kikötőben, és a háború vége, az első világháború vége is a pólai kikötőben érte. Utolsó szolgálati tevékenysége nem volt valami hálás, ugyanis neki kellett abban közleműködnie, hogy ezt a haditengerészeti bázist átadják először az olaszoknak, illetve később a szerb-horvát-szlovén királyságnak. 1922-ig teljesített szolgálatot a folyamőrség kötelékében, ezt követően nyugdíjazták egészen 1929-ig, amikor visszatért a folyamőrség állományába, először hajózászlaj parancsnok volt, majd pedig 1938-1941-ig betöltötte a folyamőrség parancsnokának a tisztségét. Őt követte Tasnádi Guido vezérkapitány, ő 1940-42-ig járt és 30-áig volt a folyamérőknek a parancsnoka. Ő szintén Császári Királyi Haditengerészeti Akadémiát végzett, ő már 1910-ben végezte a Haditengerészeti Akadémiát. Ő viszont nem az adélyát teljesített szolgálatot, hanem az első világháború végig a Dunán szolgáló monitorok fedélzetén teljesített szolgálatot, különböző tisztítószásokban, illetve monitorparancsnok is volt. Őt váltotta a képen látható Hardi Kálmán vezérfőkapitány, ugye a vezérfőkapitány altábornagyi rendfokozatnak megfelelő folyamatú rendfokozat. Ő egészen 1944. október 15-ig töltötte be a folyamatú parancsnok a tisztségét. Ő szintén császári királyi haditengerész volt, az adélyán teljesített szolgálatot, viszont az előző parancsokhoz képest tenger alatt járós tiszt volt. A háború után pedig egy ideig Horthy Miklós kormányos számsegédeként teljesített szolgálatot, majd pedig katonai attasé volt, ilyen több európai városban, többek Berlinben, illetve Prágában is. Tehát egy széles látókörű felkészült parancsnoka volt ekkor a folyami erőknek. Horthy belső köréhez is tartozott egyébként, úgyhogy éppen ezért, hogy beavatták a 1944. októberi kiugrási kísérlet végrehajtásába. Hát ez az őszempontján meglehetősen valósült el, mivel hogy az alárendeltségében tartozó folyami erőknek ugye parancsot adott ebben a kiugrási kísérlet biztosításában történő részvételre. Viszont alárendeltjei a parancsait elszabotálták, és később őt is letartóztatták. És Sopron Kőhidán a megtartott hadbírósági tárgyaláson, hogy hűtlenség vágyával halálra is ítélték. A halálos ítéletet nem hajtották végre, viszont Sopron Kőhidáról Mauthausenbe szállították ki, és ott érte őt egyébként a háború vége. A háború után tanúskodott a Nürnbergi perben, majd pedig ugye hazatért, és 1980-ban halt meg. Őt váltotta, ugye 44. október 16-ával egy Trumpalter Rödön vezérkapitány, akinek az életútja szintén eltér egy kicsit az előzőben említett parancsnokokétől. Ő is egyébként császári királyi haditengerész volt, ő is a Fiumei Haditengerészeti Akadémiát végezte el. Viszont az eddigiektől eltérően ő csatahajókon szolgált, a Minibus Unitis-en, illetve egy másik sorhajón is, majd pedig az első világháborút követően
a folyamányosi kötelékében volt hajózászlóhajparancsnok, illetve 1940 évben pedig a folyamzárezred parancsnoka volt, és ebből beosztásából vette át a letartóztatott harmi után a folyamérő parancsnoki tisztségét. Ő volt a folyamérő utolsó parancsnoka, tehát vezetése alatt vonultak vissza egészen, hogy oszták le a német területre a hajók, illetve az emberek, és akkor ő vendégelte le a kapitulációt is. A háború természetesen nem került el a folyamérőket sem. 1941. április 12-én, hogy a magyar királyközösség megindította a támadását, ugye akkor már széthulló körben levő Jugoszlávia ellen, ebben természetesen részt vettek a folyamőrség hajói is. Az űrhasználat feladata ugye a Dunán lehajózva ugye a csapatok szárnyának biztosítása volt, illetve a jugoszláv hadsereg által telepített aknazárnak, illetve torlaszoknak a felszerése. Ugye a felső képen ugye egy aknaszerű nazárot láthatók, a alsó képen pedig a felrobbantott újvidéki vasúti híd látható. A hadjáratot befejezően a folyamatosi diszlokáció is megváltozott, tehát folyamatosan zászlóhajtalanult Újvidékre, illetve délebre húzottak az önhasznált osztályoknak hajók is, éppen azért, hogy a visszaszerzett területeket, illetve a hatásszakaszokat biztosítsák. 1941-ben más a hadjáratot követően, mint ugye a torlaszok felszerése, illetve ugye segítség a különböző felrobbantó műtárgyak helyreállításában más különösebb feladata nem volt. Viszont 1942-ben, már annak ellenére, hogy Jugoszláv állam szétesett, a Dunán, illetve részben a Szláván különböző harcpedagógokat hajtottak végre a bőrnaszárdok, mivel hogy a partizán tevékenység felérni ült, és a magyar, illetve a német csapatoknak szükség volt a folyami támogatásra, és ezt pedig a folyamőrség hajói hajtották végre. És ez gyakorlatilag egészen 1942-ben a hajózási idén végig tartott. A következő éve viszonylag csendes évet jelentett, 1943-as év csendes évet jelentett a folyamérő szempontjából, tehát folyt a kiképzés, folyt ugye a háborúra töltött felkészítés, illetve nem utolsó sorban fegyverleti kiegészítések kezdték el látni a bőrnaszárnyakat, tehát a légileti fegyverzetet erősítették meg rajtuk. Viszont a következő év már hozott egy elég markáns változást, ugyanis az 1941. március 19-én németszer megszállás követően Magyarországnak a légi bombálása is megkezdődött, valamint megkezdődött a szövetséges erők által a Dunának, mint vízi útnak az elaknásítása. Tekintettel arra, hogy ebben az időben a romániai olajvezetőkről túlnyomó részt Huszárjától szállították a nyersolajat a németországi finomítókba, tehát stratégiai jelentősége volt annak, hogy a dunai hajózást meg lehet akasztani, vagy pedig jelentősen lehet akadályozni. Erre a feladatra a Dél-Olaszországi Foggiában állomásodó 205. bombárdó csoportot jelölték ki a Brit Királyi Légierő állományára. Ez kb. 170-180 repülőgépet jelentett változó állománynak, és ezekkel a repülőgépekkel, főleg éjszakai feladat végrehajtás során kezdték meg a Dunának az elaknásítását. Ahogy látható is, mintegy 1382 darab aknát telepítettek, hogy a hadművelet keretén belül a német, illetve magyar katonai szervezetek megkezdték a aknáknak felderítését, illetve a Duna folyam aknamentesítését. Ennek ellenére, hogy látható, június 30-án 99 hajó süllyedt el, ennek egy felrobbantak és elsüllyedtek, és mindegy 143 hajócsíkon gárulott meg. Ahogy az alatt levő részre is látható, csak aknarakó bevetéssel mindegy 20 gépet veszített a 200. bombázó csoport. Ennek az volt az oka, hogy egyrészt magának az éjszaka kellett végrehajtani, bizonyos helyeken erősebb volt a légvédelem, illetve az aknatelepítést egy rendkívül alacsony magasságban 50-150 méter között kellett végrehajtani, amelyet főleg éjszakai repülésnél, hát ahogy látható, hogy nem volt egy biztonságos dolog. A feladat végrehajtásának éppen látható Wellington bombájókat használták főleg,
Ezen kívül még vigyázz, ami Halifax, illetve amerikai gyártású B-24-es repülőgépet is használtak az apna telepítésre. A telepített aknák azok akusztikus, illetve indukciós aknák voltak, tehát vagy a hajómotorok, hajósavarok zaján robbantak föl, vagy pedig a reótestek mágneses erőterét érzékelve robbantották föl a töltetet. Ezzel kapcsolatban ugye problémát okozott a magyar király Emerőtnek, hogy ő nekik nem volt ismeretük ezekről az aknákról, míg hogy a németek nem adták át a angol indukciós aknának terrajzait, illetve a mennyesítés módozatait sem oktatták le, hát éppen ezért ugye gyakorlatilag önállóan kellett kidolgozni ezeknek a aknamentesítő módszereknek a lefolytatását, tehát önállóan kellett végrehajtani ezt az aknamentesítést, ami szintén nem volt veszélytelen ugye feladat. Ugye az 1944-es év, ahogy már ugye volt szó róla, ugye október 15-én, ugye a Horthy Miklós kormányzó fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval, és úgy gondolta, hogy ezáltal kivezeti az országot ugye háborúból. Ahogy mindannyian tudjuk, ez a kiugrás nem sikerült, viszont a kiugrás végrehajtásában nagy szerepet szálltak, hogy már említettem a folyamőrség folyamőrzászlójainak, illetve őrösszárnyainak is. A tervek szerint az őrösszárnyoknak kellett volna biztosítani a Dunai hidakat, a folyamőrzászlójainak pedig fel kellett volna vonulni Budapestre, hogy a kormányzott, illetve hogy a váratét biztosítsák a német, illetve a nyilas támadással szemben. Ugye a végeredmény ismert, gyakorlatilag senki nem ért oda megfelelő helyre, ennek meg voltak különböző okai. Egyik az, hogy maga az egész kiugrás meglehetősen amatőr módon volt végrehajtva. Ugye a parancsokat nem ellenőrizték vissza, az átról kiadott utasítások eljutottak az alárendeltekhez. Tehát például egy képen látható Harpi is megnyitott abban, hogyha ő kiadta a parancsot, hogy a szállóknak akaró időben Budapesten lesznek. Hát nem így történt. Ugye a parancs kiadását késleltették, őt magát felül említette már, és saját beosztottait tartóztatták le. A október 15-i események még egy változást hoztak a folyami erők alárendeltségében. Eddig önálló fegyvernemként tevékenykedtek, viszont ezt követően a szárazföldi erőkhöz hasonlóan német hajóegységekkel vegyesen beosztva vetették harcba, és ezáltal is biztosították az ellenőrzést, hogy lehetőség szerint ugye senki ne szökessen meg, vagy ne állasson át a hajójáról együtt. Tehát ezt követően a magyar folyamatosságnak az önállósága, ugyanúgy, mint a szárazföldi csapatok gyakorlatilag megszűnt. Egy-egy vegyes harcsoportnál a német hajóparancsnoka volt az, aki az utasításokat kiadta, illetve aki irányította a magyar hajókat, illetve a magyar folyamatlászlójakat is. Ahogy a magyar király, vagy a magyar királyság területét elérték a szovjet, illetve a román és a jugoszláv csapatok, a folyami erők is hazba követettek velük. A folyami hajóegységek a Dunán biztosították a visszavonuló német és magyar csapatoknak a szárnyait, illetve lőtték az előnyomó szovjet csapatokat. Viszont ekkor kiderült, hogy erre igazából nem alkalmasak vagy a hajók, és ez megmarkásabban 1944. november 25-én bizonyosodott be, amikor ugye gyakorlatilag az ország közepe már ugye hadszintér volt, és ekkor ugye a folyami erők a szárazföldi csapatok tűzszámolatását végezték. Ezt alapvetően közvetlen irányzású tűzzel hajtották végre, aminek ugyanaz a lényege, hogy ha a lövegnek az irányzója, ugye látja a célt, de hogyha ugye ő látja a célt, akkor a cél is látja őt, és ez nem feltétlenül egészséges abban az esetben, mint ami egy elsődlegesen 25. évben bekövetkezett, amikor ugye erősebb tűzerejű szárazföldi ellenséggel kerültek ugye szembe. Ezen a napon 11 óra 30 körül időben két magyar hajóegység, a képen látható TM1-es páncélos motorcsónak, illetve a Debrecen Dunaszár egy felderítő követésre indultak el. A feladatuk az volt, hogy Szászolombatta, illetve Tököl térségében, a 1624-es km szerint környékén adjanak tűzszámolatást a saját csapatoknak,
és gátolják meg a balparton levő szovjet csapatoknak a partlátását. Tehát részben egy felderítő, részben pedig egy tűzszámoló feladatról szól. Ugye a hajók hosszú menetben követték egymást, elől hajódott a PM1-es. A motorcsónak majd pedig őt követte a Debrecen őrnaszár. Nagyjából, ugye 160 volt a magasságában, ahogy a várvétes látható, a PM1-es a partrai gépuskatüzet kapott, amit felérzeti fegyverével kellett viszonozni. Viszont a partról nem csak gépuska, hanem szovjet harckocsi, sőt a páncélfegyverágyú is volt állásban, amelyek tüzet nyitottak először a PM1-esre, majd pedig utána érkező Debrecen őrnaszárra. A PM1-es első lövegtornyát ugye találat érte, majd pedig a hajótestet is, viszont részben azért, mert erősebben ugye páncélozott, részben pedig erősebb szerkezetű hajóegység volt, mint a őrnaszár. A PM1-es még vissza tudott fordulni, és mindegy 6 halott és 4 sebesült veszteséggel vissza tudott térni. A Debrecen viszont sokkal rosszabbul járt, ők is elkezdték ülni a parton sejtet, mert látni nem igazán lehetett, ugye a források alapján harckocsit, illetve páncéltörő ágyukat, viszont több találatot is kaptak a tornyokra, illetve a gépházba. Ez pedig azt eredményezte, hogy a gépek leálltak, és a hajó sodródni kezdett, hogy elefelé. A legénység próbált elhagyni, hogy a hajót, viszont a hideg vízben a sodró jégkárvető meglehetősen nehézkes volt, úgyhogy a legénység egészét csak akkor sikerült kiemelni, amikor a Debrecen úgynevezett Kássás szigetnél ugye megfeneklett. Ez volt egyébként a magyar királyi folyami erőknek az egyetlen olyan harci hajóegysége, ami harcban el is veszett. Ugye a PM1-es megrongáló és veszteségekkel ugyan, de vissza tudott törni ugye támaszpontjára. Tehát ez a bevetés jól mutatta azt egyébként, hogy semmelyik hajóegység, de főleg az első világháború gyártó őrnaszárok nem alkalmasak arra, hogy nagy tűzelei szovjet harckocsikkal, illetve páncélfegyverrel fejlődik a harcot. Tehát ettől kezdve megváltoztatták a tűzszámoltásnak a módszerét, tehát átértek a közvetett irányzású tűzszámoltásra. Ez azt jelentette, hogy itt a meglévő váltható, ugye bemutatva mondjuk abban az esetben, hogyha ezt a célt kellett volna tűz alatt tartani, akkor nem hajóztak volna ugye a hajókkal egészen a látótávolságban, hanem a folyamkanyagolat mögött megállva egy megfelelő helyre tüküdött figyelővel, ugye megfigyelve ugye a tűzvezetést, vezettek volna maximális lőtávolságból tüzet ugye arra a célpontra, ami egyébként nem látta volna ugye a hajót. Tehát egyfajta vízi önjáró tűzéseként kezdték el alkalmazni az őrnaszárokat. Ez egyébként jól ellenéssel volt, mint az eddigi tevékenység, és ezt követően egyébként egy hajóegység sem rongálódott meg, illetve nem veszett el. A későbbiek során, ahogy haladt a második, illetve a harmadik bukánpontnak az előrejövés a magyar területeken, úgy szorultak vissza, hogy a hajóegységek olyan fokozatosan a Dunán, az osztrák, illetve részben a német vizekre, a folyamzár zászlója pedig elszakadva a folyamzásének a hajóegységétől, a szárazföldi csapatok kötelékén belül egy olyan szárazföldi dolgsági harcot voltak kénytelenek vívni, ami rendelése a fegyverzetük, se a felkészítésük nem volt megfelelő, de gyakorlatilag ebben az időben ez teljesen mindegy volt, akinek bármiféle felkészítése, bármiféle fegyverzete volt, azt ugye belőtték az első sorba, és amíg lehetett, addig harcba is vetették. Olyan erőknek az egységeim egészen kitartottak a háború végéig. A Dunán az utolsó ugye, lövéseket 1945. május 8-án a Győr őrnaszár adta le. Itt a fedélzeti őrkönyvből látható egy oldal, az utolsó oldalnak a bejegyzése az emberekből látható az, hogy vége a háborúnak. Az előtte levő fejezés pedig az, hogy tüzelés a előrébben nyúló szovjet csapatokra. Tehát szó szerint valóban utolsó pillanatig harcoltak a folyamérőknek a egységei. És akkor térjünk rá a következő hajóvonra, ugye a szovjetunai katonai flottillára.
A orosz történelemben a folyami, illetve a tapi flottiláknak mindig is nagy jelentősége volt. Így volt egyébként a második világháborúban is. Gondoljuk például a moldai flottillára, vagy pedig Leningrád védelmében a magatóban levő hajók tevékenységére, mely mindig elősegítette egyébként az eredményes harc tevékenységet. A szovjet-dunai katonai flottilla nem tekintett vissza olyan hosszú múltra egyébként, mint a magyar megfelelő szervezete. 1940. augusztus 6-án alakították meg a szovjet-dunai katonai flottillát, miután ugye Romániától visszavett beszarádiai területek által a Dunán is területekre jutott a szovjet, illetve a Szovjetunió. Ahogy mondjuk nem nagyon látszik egyébként a sajnos a vázlatom, a Dunai Katonai Flottilla 1940-ben a Fekete-tengeri flottának volt alárendelve. A flotta parancsnokságnak ugye két harci egysége volt, ugye az egyik a monitorosztály, a másik pedig a páncélos naszállóknak az osztálya. Itt ebben változó létszámú manőverből teljesített szolgálatok. A alapvető hajók, amiket használtak, azok a nagyobb monitorok, illetve ugye kisebb páncélos naszállók voltak. A monitorok meglehetősen vegyes hajókat jelentettek, ezek között voltak olyanok, amelyek az első világháborúban készültek, illetve 20-as, 30-as években korszerűsítették őket, illetve voltak egészen frissen gyártott monitorok is, amelyeket a 30-as években készítettek. Ezek meglehetősen erős, jól páncélozott hadihajók voltak. Alkalmasak voltak egyébként nyugodt vizeken, természetesen tengeri hadviselésre is. Viszont hogy a páncélos naszállókat alapvetően folyamatosan feladatok végrehajtására szánták. Ezeket a 30-as években gyártották, tehát jó modern embereknek számítottak, illetve hogy a következő képen látható, hogy a tömeggyártás elvének is megfeleltek. Ugye a moldali képen látható a páncélos naszállóknak a különböző változatai, tehát fölül ugye látható, hogy a 1124-es mintájú naszállt, ami rendelkezik ugye a maszkocsi toronnyal. Ugye az első sorozatokat a T-35-ös harckocsinak a toronyával látták el, majd pedig ezt a későbbi során kísérítik a T-34-es harckocsi toronyára, illetve az újabban gyártott hajóegységek már ezzel látták el. A fedélzetre szerelt ugye géppuskák tornyai is gyakorlatilag mind a könnyű, illetve a közepes vagy pedig ugye nehéz harckocsikon levő gépuskatornyok voltak. Ez azt jelentette, hogy ezek az egységekre viszonylag gyorsan és relatív olcsó lehetett ezeket előállítani, mivel hogy azok, amiket a harckocsik részére előállítottak, ezeket egyszerűen felszerelték ezekre a hajókra. Ahogy egyébként látható, ezeken a hajók tornyok azok minden a harcnak alárendelve, tehát a lőszerek ügyeleteknek a tárakon kívül más helységek nincsenek, a legénység pihenését sem biztosítja semmi, tehát ezek nem ellenek alapján készültek, mint az első világháborúban jártak magyar ördaszárok, hanem csak arra szolgáltak, hogy egy erős, gyors, jó páncélozott hajóként hogy a harc tevékenységet folytassák. Ennek annyi hátránya volt, hogy abban esetben, hogyha mondjuk körnapot kellett azért vizet tölteni, ez ugye a legénység kipárolásához vezetett, tehát ez mondjuk nem volt egy biztató dolog, viszont ez egyébként a mai napig a szovjetület az orosz fegyveri területére nem különösebb szempont a elmondania. És akkor a szovjet katonai flottilla történetéből néhány ilyen dátum következik. A megszállás követően 1941. júniusáig ugye nem történt hadseregmény, tekintettel arra, hogy a Románia nem megtanúsított ellenállást beszerelni a román területek megszállásával kapcsolatban. Viszont a Barbarossa alulvetőművásától kezdve a Dunai Katonai Flottilla hajói folyamatosan végigharcolták az Aldunát, harcoltak a visszavonás követően a Fekete-tengeren, az Azovi-tengeren, illetve ugye Kercsi kötő biztosításánál. Néhogy kiszorultak a Dunára,
dollárról, illetve veszteséget is szenvedtek, ezért a flottilát 1941 november 20-án feloszlatták, de megmaradt erőket, egy személy állományt pedig beolvasztották a Fekete-tenger flotta állományába. 1941 április 20-án viszont ismételten, hogy elérték a szolgálcsapatot a Dunán, tehát szükség volt arra, hogy létrehozzanak egy önálló flottillát. Ekkor állították fel, hogy a Gorskó vezetékelnagy vezeték parancsnoksága alatt, akire majd később egy pár szót szólok, ismételten a szolgálcsapatot katonai flottillát. A hadrendje, ahogy látható, a folyami hadihajódandárból állt, ide a monitorok voltak beosztva, páncélnaszárdandárból ide a előbb már említett páncélos naszárdok szerepeltek a siklóhajóztatból. Rendelkezett a flottilla egy tengeri dolgos zászlója, amit később évek során megerősített a 86. tengeri dolgos dandárra. Valamint rendelkeztek légvédelmi tüzérosztályra, illetve négy partvédelmi tüzérőtekkel is. De el kell mondani, hogy a partvédelmi tüzérőtekek közül egyik meglehetősen szokatlan módon SU-76-os, illetve SU-76-M önjáró tövegekkel rendelkezett, amelyeket egyébként a páncélos csapatoktól eltérő járműveszélyes irányítási tüzelést is alkalmaztak. Ugye a hajóállományról különböző adatok vannak, hogy a veszteségek, illetve a különböző javítások miatt, kiesések miatt egy állandó állományról nem beszélhetünk, az 1945. január 1-i állapot szerint ugye a Dunai katonai flottilla rendelkezett 6 monitorral, 51 páncélos naszárddal, 15 gárd aknavető naszárddal, ami ugye azt jelenti, hogy ezekre a naszárdokra sorolatvetők voltak felszerelve, vagy a hátsó tövegtorony helyen, valamint 64 aknakereső naszárddal, kisító naszárddal és a megfelelő számú kiszolgáló hajóval is. A monitorok között egyébként nem csak szovjet gyártmányú hajók voltak megtalálhatók, hanem besorozták oda a román flottától zsákmányos monitorokat is, amelyeket egyébként Románia az első világháború után kapott, tehát egy gyakorlatilag osztrák-magyar voltak, amelyeket akkor már a szovjetek használtak. Úgyhogy ezek a régi monitorok jól bírták. Egyébként a magyarországi hadszorban azt hozzá kell tenni, hogy a monitorok már nem vettek részt, részben azért, mert nagyobb volt a merülésük, mint ugye a páncélos naszárdoké, ezen pedig azért, mert ugye a román, tehát átvett román monitorokhoz ugye nem volt megfelelő tartalék, ahol az észre, illetve a legészségesen lehetett ugye egy ismeretlen hajóra gyorsan kiképezni. Tehát Magyarországon a harcoknak a nehezét, hogy a páncélos naszárok jeviselték, és a veszteségben is ők szenvedték el. És akkor néhány szó a parancsnokokról is. Már említett, hogy a Szergej Gorkievi Gorskó vellentengerben a meglakítástól egészen 1941. decemberig volt a Dunai katonai flottilla parancsnoka. Ahogy szokták mondani, ekkor ő már viszonylag fiatal kor ellenére, hogy 1910-ben született, tehát és 44-ben, tehát 34 évesen már vellentengernagy volt. Egy tehetséges haditengerész volt. A háborút követően először egy műszaki pályára készült, viszont a Műszaki Egyetem helyett 1927-ben a Frunze Haditengerészeti Akadémiára iratkozott be, majd pedig ezt követően a földközi tengerű, illetve a csendes óceáni flottánál teljesített szolgálatot, mint űrhajó, romboló parancsnok, illetve a Fekete-tengeri flotta cirkáló csoportjának parancsnoka volt. A háborút megelőzően a Dolomi tengeri flottillának is parancsnoka volt, és egészen 1944-ig az Obi flottillán parancsnok volt. Amikor meg kellett alakítani a Dunai katonai flottillát, akkor a Kudnyaszov tengernagy, a haditengerészeti névbiztos, most valamelyik, hogy már miniszter, javaslatára őt nevezték ki, aki egyébként meg is szolgálta a belévetett bizalmat. Gorskov igazából a háború után futott be nagy karriert, és ezek készen 1956-tól 1980-ig volt a szovjet haditengerészet parancsnoka. Tehát az ő nevéhez fűződött az a fejlesztés, amelyek a különböző atommeghajtású hajók, atomtenger alattjárók, illetve atomtöltető stratégiai csapásnak a tenger alattjárók rendszer bejelentését, rendszerbeállítását jelentette. Tehát az ő irányítása alatt fejlődött a szovjet flotta
gyakorlatilag a mai Pink Floyd a méltó vetítésává, igaz, hogy annak arcértékét, hogy egyik oda soha már nem is érte el. Több tudományos munkát is írt egyébként Gorskov, de magyarul is megjelent az egyik könyve, amik a cím az Államtengeri Hatalma, úgyhogy ezt még alapjában viszont, hogy a 80-as évek elején hogy adták ki, egész érdekes olvasmányt, hogy valaki érdekel a szovjet tengerészeti doktrína, akkor ezt mindenképpen javaslom, hogy ezt olvassa el. Gorskovot 44. decemberében váltotta Georgi Nikit és Holoszjakov ellentengernagy, akik szintén egy régóta szolgáltak már haditengerészetnél. Ő viszont nem haditengerészként kezdte, hanem a Vörös Hadsereg szárazföldi csapatainál szolgált, részt vett a polgárháborúban, illetve a szovjet lett-lengyel háborúban is. 1920-ban a lengyel fogságba is esett, majd pedig, miután kiszabadult a fogságból, beosztották a Fekete-tengeri flotta állományába. Ez nem volt véletlen, tekintett arra, hogy Holoszjakov, hogy akkor fiatal korában tapasztalt katonának számított, illetve és nem utolsó sorban pedig megbízható kommunistának. Ebben az időben előszeretettel töltötték föl a megbízhatatlanná vált haditengerészek helyét, mind a balti, mind pedig a földföldi tengeri flottánál, hogy a hadseregből átvezényelt megbízható kommunistákkal, akik ugye nem megértették a haditengerészetet, de mindenképpen megbízhatóak voltak. A későbbiek során viszont Holoszjakov nem védő őt egységtelen valakinek. Ő egyébként tengeralattjárókon is szolgált, valamint a Fekete-tengeren az azovi flottillát is vezényelte. És 1944. decemberében egészen a háború végéig ő volt a Dunai katonai flottilla parancsnoka, majd pedig a háború követően a Fekete-tengeri flotta törzsköznek, illetve parancsnoka lett. A halála meglehetősen tragikus volt, ugyanis nyugállományban volt 1969-ben, és 1983-ban egy valószínűleg félreség került rablás következtében őt és feleségét meggyilkolták, és a tetteseket nem is találták meg. A Dunai katonai flottával kapcsolatban mindenképpen szólunk el a tengerészgyalogságról. Hogy a szovjet tengerészgyalogság a háborút megelőző időszakban mint ilyen nem igazán létezett. Voltak olyan tengerész egységek, amelyeket főleg ugye a hajók védelmére, illetve a támaszpontok, parti támaszpontok világére alkalmaztak. Ezeket viszont nem nevezték tengerészgyalogságnak. A ruhájuk is, vagy itt a felsőképpen látható tengerészegyenruha volt, különösebb kiképzést nem is kaptak. Viszont a háború során részben a hajókat vesztett tengerészekből, részben pedig besorozottakból fölállították a tengerészgyalogos egységeket. A felszerelésük ugyanaz volt egyébként, mint a szárazföldi hadseregi ruhálatukban. Először még a fekete színű tengerészegyenruhát hordták, ez nem bizonyult valami célszerűnek. És a háború elhaladtával viszont itt, ahogy a baloldali képen látható, egyre jobban hasonlítottak már a szárazföldi kollégáikra, viszont addig előszeretettel tartották meg a tőlük megkülönböztető ruhálati darabjukat, tehát például a tengeri sapkát, illetve itt annyira, de nem látszik a csíkos matróz zubbony. Ez egyébként az orosz tengerészgyalogságnak, illetve a különböző különleges erőknek máig egy emblematikus ruhadarabja, ez a képüveg egy csíkos matróz trikó. A kezdeti időszakban viszonylag nagy veszteséget szenvedtek, tekintett arra, hogy a kiképzésük az nem volt különösebben jó, viszont ez a kiképzési hiányosságokat bátorsággal, illetve kedvenkező készséggel párosították, és gyakorlatilag a német gyalogsággal egyenértékű erővé váltak. A legmagasabb egység, amiben a tengerészgyalogosokat szervezték, az a tengerészgyalogos dandár volt. Ez teljes feltöltöttség esetén mintegy 4500 főt jelentett, 5 lövészászlajba szervezve, lövészászlajaként 4 századdal, egy gépuskás századdal. A tűztámogatást egy tüzérosztály, illetve egy páncéltörő tűzérosztály, valamint egy önálló oknaveti osztály biztosította, egy 76-es ágyúttal, 57-es páncéltörő ágyúttal, 82-es, illetve 120-as oknavetőkkel, és a megfelelő ugye, kiszolgáló egy biztosító haladtségekkel is. A teljes feltöltöttség esetén egy tengerészgyalogos dandár az elérette egy szovjet gyaloghadosztályának a harcértékét, mivel a magyarországi harcokban egy 5-6 ezer fővel rendelkező
gyalog, hogy a lövész hadosztály már erősnek számított, tehát egy teljesen feltöltött tengeri gyalogos zsandár pedig ezzel a létszámmal vetekedett. A Dunai katonai flottilla alelnökségében szintén tartozott egy tengeri gyalogos zsandár. Ez a 86. tengeri gyalogos zsandár volt. Ők viszont eltérő szervezettel rendelkeztek, tehát nem volt ugye 5 zászlóaljuk, hanem csak 3 zászlóaljal rendelkeztek. És a támogató tüzérségből sem volt meg ugye minden. Ugye 76 mm-es ágyus páncélfelő osztály ugye meg volt, a páncélállító osztály viszont nem 57 mm-esen 45 mm-es páncélfelő ágyukkal rendelkezett. Illetve az ott követő ütekben sem volt meg a szükséges mennyiségű 120 mm-es aknavető. A dandár parancsnoka a képen jobb oldalon látható Smirnov alezredes volt, mellette Balló Kravcsuk alezredes látható, a dandár parancsnoknak a politikai helyettese. A tengeri gyalogos dandár gyakorlatilag végigharcolta a magyarországi hadszínteret. Itt, ahogy a környéken is részt vettek a Csepel-Körgyök, a Sorosári harcokban, ugye ismert, hogy a budapesti harcokban a tengeri gyalogos dandárnak a 141. zászlóalja volt az, amelyik megmászadul a felolag előtt egyet, és részt vett a citadellak bevételére. A harcok során, főleg Budapestért folytatott harcok során maga a dandár igen magas veszteséget szenvedett, főleg magasak voltak a tiszti veszteségek, maga Smirnov ezredes. Az egyik ilyen hadművelet, amelyben a 86. tengeri gyalogos dandár, illetve a flottilla egységén részt vettek, az 1945. március 19-én megkezdődött Esztergom táti folyami összhang hadművelet volt. A második után volt panaszokságának megmondása szerint egy hívőállás kellett volna létrehozni távhőségtől nyugatra, és ezáltal elvágni a Budapest-Dorogbécsi utat, illetve a Esztergom-Komárom vasútvonalat, ezzel meggátolni német és magyar csapatoknak a visszavonulását, majd pedig ugye a hídfőt kiszélesítve a keletre megérkező további csapatokkal adott esetben hatalomba fogni a visszavonuló német és a magyar alakulatokat. Az elgondolás nem szép volt, viszont a végrehajtásban már voltak némi fennakadások. A probléma ott kezdődött, hogy összesen 21 páncélos naszállók jelöltek ki a feladat végrehajtására. A flottilla részéről, a tengeri gyalogos dandár részéről pedig a 144. zászlóaljat, ezt megerősítették egy rohamszázaddal, illetve egy büntető századdal. A büntető század a szovjet hadseregben alkalmazott alegység volt, századat a zászlói kötelékekben olyan embereket sorolt, illetve hogy helyeztek el, akik különböző védségeket követtek el, és az volt a feladatuk, hogy a magyar korabeli szovjet terminológia szólt, hogy védjük el, szolgálják meg a becsületüket. Tehát veszélyes feladatokat bíztak rájuk, kedves jövési esélyük viszonylag elég kicsik voltak. Úgyhogy ez a megerősített zászlóvaj elején egység szállt partra, március 19-én a éjszakai órákban. A partraszállást az 5. régi hadsereg bombázógépei biztosították, egyrészt zavaró lehetőséget hajtottak végre a Dunán, illetve Esztergom térségében, és próbálták egyébként a páncélos naszállóknak a motor hangját elnyomni a bombázó repülőgépeknek az ajánlva. A probléma viszont ott kezdődött, hogy a hajózási útszakaszon egyrészt egy romlott műtárgyak voltak találhatók, másrészt pedig volt olyan hely, ahol a falszakasz mind a két oldalon német, illetve magyar kézben volt, tehát megfelelő földerítés nélkül ebbe a térségbe igen nagy kockázat volt ugye behatolni. Március 19-én még nem is volt különösebb probléma, hogy a zászló, illetve a két megerősítő szállat partra szállt, és kialakították ugye a hídfőt. A hídfő kialakítását követően ott a német és magyar csapatok azon a támadást indítottak és megpróbálták felszámolni. Az eredeti elgondolás szerint egyébként a dandárnak másik két zászlóalja, illetve további harckocsi csapatok egy napon belül felmentették volna egyébként a itt harcoló zászlóaljat. Viszont ez nem sikerült, éppen azért március 20-án megpróbálták a hídfő belül csapatokat utánpótlással ellátni.
Erre a feladatra 21 naszárot jelöltek ki, viszont a kiadott parancsot időközben visszavonták, és a 21 naszárból 16 vissza is fordult. Viszont a többiek nem jutott el a parancs, tehát a maradék naszárok minden tovább nélkül tovább hajóztak. A partról erős tüzet kaptak, összesen csak 60 ember sikerült partra tenni a 300 helyet, akiket ugye szállítottak volna, illetve egy páncélos naszárról is süllyedt, és több pedig megrongáló. Tehát utánpótlás, hogy nem sikerült a hitőben harcoló zászlóját megerősíteni, viszont ennek ellenére egészen 21-ig kitartottak, amikor a szovjet, illetve a német és magyar csapatok visszavonultak, és felvették a kapcsolatot a hitőben levő bajtársaikkal. Érdekesség egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy a zászlói parancsnok azt Mirovedvedestől parancsot kapott arra, már 20-án délelőtt, hogy tekintettel arra, hogy nem sikerült a partra szállás, tehát nem sikerült egy rántörést, ezért a meglevő állományával törjön ki a szovjet csapatokhoz. Ezt a Nászlói parancsnok felutasította, hogy arra, hogy hivatkozásra a sebesülteket nem tudja elszállítani, illetve a német-magyar csapatokon keresztül nem látja biztosítottnak a rántörés sem. A későbbi visszaemlékezések során azonban több visszaemlékező részéről, már ilyet, hogy a szovjet katonák részéről fölmerült az, hogy nem feltétlenül volt az oka, hanem egyszerűen arról szólt a dolog, hogy nem bízott abban, hogy amennyiben esetleg sikerül a kitörés és nagy veszteségeket szemben, akkor nem fogják a bíróság elé állítani, illetve felelősségre vonni. Nem volt ez véletlen, tekintetben a kertség partoszálló hadműveletben egy másik tengerész gyalogos egység parancsnoka, miután az eredeti feladatot teljesíteni nem tudta, előjáróval összekötött és elveszített, és embereit megtartva visszavonult, de miután visszavonult hadbírósággal állították, és parancs megtagadását ki is végezték. Tehát valószínűleg az átlagosok sem szeretik volna ekkor így élni, és inkább egy kitartás választott, annak ellenére, hogy Szpira Medvedestől a parancsot kapott a kitörésre. Ezt követően a flottilla, illetve a tengerészgyalogos egységek tovább harcoltak egészen a háború végig. 1945. áprilisában elérték Bécset, és az utolsó egyik eredményes hadművelet volt, április 14-én a bécsi rendőrke hídnak a felrobbantásának a megakadályozása, amikor egyébként egy lövészadosztálytól behajozó desztantot tettek ugye partra, és ugye sikerült épségben elfoglalni a hidat. A háború egyébként a Dunai Katonai Flottillának a harcoló egységének az élét is szintén Ausztriában érte, hasonlóan a visszavonuló folyami erőkhöz, viszont a két hajóval soha nem találkozott egymással, tehát szovjet, a magyar hajók nem harcoltak egymással a Dunán. Ennek ellenére azért érdemes, hogy megnézni, legalább összehasonlítás szempontjából, a célkép szerint azért mit képviselt egy őrnaszár, illetve egy páncélos naszár. Ugye a bal oldalon a Sopron őrnaszár, a paradai szerepelnek, jobb oldalon pedig a VK9-es páncélos naszárné. Ugye látható egyébként, hogy 1944-ben a őrnaszárok fegyverzetét ugye megerősítették légvédelmi géppárjukkal, ugye 44 cm-es, ugye a magyar gyártmány a légvédelmi géppárjúval, ugye a német eredete 20 mm-es négysérű géppárjúval, légvédelmi géppuskákkal, illetve ugye rendelkezés állt még az eredetileg ugye beépített 8 cm-es kötődésség is. A szovjet páncélos naszár ugye fegyverzete ennél azért jóval gyengébb, ugye egy 6 mm-es ágyúval, egy darab sorozatvetővel, kettő darab 12,7 mm-es géppuskával, illetve két darab 262-es géppuskával rendelkezik. Ami viszont a szovjet egységnek a igen nagy előnye, a viszonylag erős páncélzat, ami egész 50 mm-ig terjed, még viszont az őrnaszállt páncélzata nem haladja meg a tornyok, hanem a felépítmény 12 mm-et a sebességben, különösebb különbség ugye nincsen. Tehát ebből látható, hogy az őrnaszárdoknál a háború során főleg a légvédelmi fegyverzet erősítésére volt lehetőség, illetve azt erősítették meg. Ezáltal jóval inkább fölényben volt a szovjet naszárdal szemben, tekintett
tekintettel arra, hogy ezeknek a légvédő fegyvereknek a mindegyikét lehet a földi célokra is alkalmazni, viszont a páncéldal mindenképpen a szovjet páncélos haszár előnyére vál, tehát túlélés szempontjából azért ő lehet a nyerő. Hát hogy mi lett volna egy ilyen összecsapásnak végig, ezt nem tudhatjuk, tekintettel arra, hogy már említettem, a szovjet, illetve a magyar hadihajók soha nem harcoltak egymással.